A DK elítéli az általuk csak Erdoğan barátnak nevezett politikát a magyar miniszterelnök részéről. Ez ugyanis Magyarország EU-tagságát fenyegeti a párt szerint. Pár napja egyébként a német kereszténydemokraták politikusa bírálta a kabinetet. Johann Wadephul szerint ugyanis a török invázió támogatása megkérdőjelezi hazánk tagságát. Közben Törökország és Oroszország megállapodott a kurd milíciák török határtól való kivonásáról. Erre 150 óra, vagyis valamivel több mint 6 nap áll majd a rendelkezésükre. A NATO főtitkár üdvözölte az újabb tűzszüneti megállapodást. Jens Stoltenberg azonban hozzátette azt is, hogy a konfliktus megoldása csak a harcok teljes leállításával érhető el. És a stúdióban Vadai Ágnes, kezdjét csalkam, jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Még mielőtt erről a témáról kezdenénk beszélgetni, tegnap hogyan ünnepelt, hol ünnepelt? Ma van az anyukám születésnapja. A Isten éltesse. Úgyhogy bevallom, hogy én az anyukámat ünnepeltem tegnap, mert itt van, vagy itt volt, vagy még mindig itt van Budapesten, és az unokaöcsém és az unokahúgom is velünk volt, úgyhogy egy családi ünnep volt. Természetesen aztán az estét az ATV-be töltöttem, a nap hírébe, úgyhogy a nap hírével együtt és az ATV-vel együtt ünnepeltem, de nekünk ez mindig egy családi ünnep is. No, az fontos is. Azért merészkedtem ezzel kezdeni a beszélgetést, hogy erre rákérdezek, mert akkor figyelte nyilván az eseményeket, és tegnap ugye a Zenei Akadémia épülete előtt, ahogy a miniszterelnök úr tartott ugye beszédet, ott történt egy atrocitás, és úgy emlékszem, ugye, hogy pont egy DK-s tagot, ugye DK-tagot ütött. DK-s önkormányzati képviselő, a Domokos Ágnes bántalmazta ott egy egyébként a szélső jobbról ismert, még Tarlós István által is elítélt személy. Kitépték a kezéből a transzparenst? Úgy tépte ki a transzparenst a kezéből, hogy közben megütötte a mellkasát, és aztán utána elvitte a mentő a képviselő hölgyet, és megállapították, hogy zúzódásokat szenvedett. Tudunk valamit az állapotáról egyébként? Hát nyilván jobban van. Szerintem az a helyzet, az a szituáció, mert nyíltan láttam a felvételeket, hiszen akkor, amikor ez történt, éppen itt a televízióban voltam, ott világosan látszik, hogy egy nagyon kirívóan közösségellenes magatartást lehetett ott tapasztalni ennek a személynek a részéről, aki otromba hangon, viselkedéssel közeledett a DK-sok felé, miközben ott az ott álló DK-sok borzasztóan udvariasan kérték meg őt, hogy menjen el onnan. Tényleg ez az utolsó kérdés ezzel kapcsolatosan, aztán beszélünk a külpolitikáról. Ön szerint, ami október 13-án ugye a választások eredményével történt, és most ugye eltelt a mai nappal tulajdonképpen már 11 nap, érzelmileg az emberekből előhoznak-e valamit, mind politikában, mind közéletben, mind a transzparenciáknak a tábláján, tudja a parlamentben is, hogy a Hatházi Ákos is az elég keményen fogalmazott ott az egyik feliratával, hogy változik-e ön szerint valamelyest mondjuk ez a politikai közbeszéd kultúra, tiltakozásnak a mikéntje? Hát látod, hogy vannak olyan szélsőséges, mondjam, társadalom ellenes elemek, akik nem tudják elviselni azt, hogy mások milyen módon demonstrálnak akár a miniszterelnök ellen. De ebben ugye Hatházi Ákossal kapcsolatosan is ugye Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy hát ez a vérmérséklet, ez nem az ő vérmérséklete. De aközött, hogy valaki felemel egy táblát, egy olyan felirattal, ami nem feltétlenül szalonképes, meg aközött, hogy valaki hát ez kikap, kikap valakinek a kezéből egy táblát, mindezt egy hölgy kezéből, mindezt úgy, hogy közben mellkason vág és zúzod a szemet, szerintem van különbség. Van, az kétségtelen. Hát ez másik azért a tegnapi napon, voltam a városban, hiszen sétáltunk és jó idő volt, egy nagyon másfajta hangulat volt arra, mert én jártam, és a tegnap este koncert, hát a 13. azt tudom mondani, hogy ez azért mindig a Szabadság kis szigete volt sok tekintetben, most ez a sziget egy picit nagyobb lett Budapesten és az ország több helyén is. Én abban reménykedem, hogy a fideszesek az első, és az ilyen szélsőséges, de mondjuk ő inkább lumpen elem, tehát vele kevésség kell foglalkozni, majd a rendőrségen intézi azt, amit el kell intéznie. De hogy a
ha nem is a fideszes politikusok, mert számukra nyilván nagyon nehéz elfogadni az eredményt, ez is mutatja, hogy nagyon sok helyen ott is megtámadták az eredményeket, ahol teljesen értelmetlen volt. De a Fidesz választói, miután az ellenzéki polgármesterek és önkormányzatok elkezdenek dolgozni, látni fogják, hogy közösen próbálnak ezek az új vezetők tenni a városért. Én azt gondolom, hogy nyilván valamennyi ellenzéki polgármesternek, képviselőnek kell majd gesztust gyakorolni a Fidesz szavazói felé, hiszen akármennyire is megosztott ez az ország, mi mégiscsak, hogy mondjam, egy nemzet vagyunk, mindig ezt szokták mondani. Itt az ideje, hogy ebbe az irányba menjünk. Szerintem az ellenzéki vezetők erre képesek lesznek. No, menjünk tovább. Köszönöm szépen egyébként, hogy kitörően ezeket a gondolatokat elmondta. Magyarország külpolitikai megítélését, hogyha csak az Európai Unió tagállamait nézzük, az változik most tulajdonképpen a Törökországgal kapcsolatos magyar álláspont során kialakult megítéléssel? Én szeretném ketté választani, de mindig Magyarországról kérdeznek, ez nem Magyarország megítélése, a magyar kormány megítélése az nagyon más. Tehát a magyar kormány megítélése külpolitikai szempontból az Európai Unióban eddig se volt túl rózsás, hiszen nem egy alkalommal a magyar kormány képviselői voltak azok, akik megakadályoztak közösen Európai Uniós fellépést, akár egy afrikai megállapodás kapcsán, de legutóbb ugye a török invázió elítélése kapcsán. Én azt hiszem, hogy amit a német keresztény demokraták frakcióvezető helyettesétől hallottunk, vagy éppen Donald Tusktól hallottunk talán 2-3 nappal ezelőtt, az egy nagyon világos üzenet a magyar miniszterelnök és a magyar kormány számára. Aki nem keresi a konszenzust és a megoldást, az nyilvánvalóan nem az európai egységet és nem az európai biztonságot támogatja. A keresztény demokrata frakcióvezető helyettes még sarkosabban fogalmazott, és hogy mondjam, rémisztő az, hogy az utóbbi időben egyre több európai uniós politikus, és nem csak uniós szinten, hanem nemzeti szinten is arról beszél, hogy a magyar kormány magatartása az nagyon kirívóan Európa ellenes. No, éppen erről kérdeztem volna, mert ugye Niedermüller Péter korábban ugye sokszor exponálta magát a stúdióban itt, pont ilyen uniós ügyekkel kapcsolatosan. És ugye mindig próbáltuk megtalálni arra a helyes választ, vagy ő, hogy alapvetően ezek vélemények az Európai Unió parlamenti képviselői vagy vezetői részéről, vagy nem csak vélemények, hanem a vélemények mögött mondjuk kilátásba helyeznek különböző szankciókat, amelyek közül ugye nagyon hathatós szankció még ez eddig nem volt. Nézd, az, hogy azt halljuk, hogy az Európai Unióban általánossá fog az válni, hogy a különböző uniós kifizetéseket a jogállami feltételek, a jogállami keretek betartásához kötik, az eddig az unió történetének sok-sok esztendejében nem vetődött fel. Török... A magyar kormány, csak mondom, mert ugye a magyar kormány tevékenysége, az például egy egész konkrétan arra irányult, hogy a jogállami kereteket lebontsa, mint megtudtuk Kövér Lászlótól, a fékek és ellensúlyok rendszer az hülyeség, ez meg is vagyok döbbenve őszintén, szóval, hogy egy jogász, egy rendszerváltó politikus, igaz, akkor ő még MSZMP-s volt, de mégiscsak rendszerváltáskor ott bábáskodott, ilyet mond. Én azt gondolom, hogy önmagában például az, hogy a magyar kormány rendszeresen megtorpedóz közös fellépéseket, az olyan mértékben idegeníti el és szigeteli el a magyar kormányt, és sajnálatos módon ennek következtében Magyarországot is, hogy akkor, amikor nekünk van szükségünk segítségre, mondok egy példát, ukrán nyelvtörvényügyben, akkor nem nagyon találunk partnert hozzá. Jó, de ez az elszigetelés egyébként, ez most az elmúlt hónapokban, vagy az elmúlt egy évben hol volt látható, érzékelhető? Ez folyamatosan látszik. Tehát az, hogy a magyar kormány a saját ügyeit nem tudja átvinni az Európai Unióban, mert az átutat nem tudja átvinni, az ennek a jele. Na most az Európai Unió, az ön is tudja, szerintem valamennyi televíziónéző tudja, hogy az Európai Unió, mint minden más közösség úgy működik, hogy az ember partnereket keres magának. De mindig a visegrádi négyekről beszélnek, a visegrádi négyek például orosz ügyben nagyon megosztottak. Igen. Mindenféle szövetségekről beszélnek, de még ideiglenes szövetségeket se látunk, amik hosszaktartóak lennének. Volt egy időszak, amikor Ausztria volt a nagy barátunk, aztán amikor Sebastian Kurz kancellár arról beszélt, hogy mégiscsak a jogállamiság fontos, akkor már az osztrákok sem voltak olyan kedves. Így nem lehet kedvesek, így az Európai Unióban nagyon nehéz partnereket találni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.